Rendhagyó módon a koronavírus okozta járványhelyzet miatt online módon mutatkoztak meg az együttesek az idei Palóc Gálán. A fesztivált 1992-től Egerben szervezik meg, amely azóta is töretlen sikert arat regionális, valamint nemzetközi népzenei körökben egyaránt. Töretlen az a lelkesedés, hogy 2020-ban, amikor nincs rendezvény, ennek ellenére 36 együttes készítette el a felvételét. Júnián egy együttes néhány nap alatt kész volt arra, mert ugye egy héttel ezelőtt még azt hittük, hogy a létszám csökkenése mellett azért személyesen is tudunk találkozni. Ugyanakkor a helyzet azt hozza, hogy most csak online nézzük. Az együttesek térségi, valamint országos minősítést szerezhettek a gálán. Kiemelkedőek vannak közöttük, tehát fiatalok, hagyományőrzők, egyebek, a taktaszadai férfiak, például hagyományos erőteljes jó férfi együttes énekléssel, hát csatát lehet ezekkel a legényekkel, vagy már meglettebb urakkal, nagypapákkal nyerni. A Gyenes Diásiak ugye távolabbról szintén, de itt a Palóc környékiek is, a szlovák nemzetiségi zenétől, a kisnánaiaktól kezdve jó néhányan, de az egriek is, egri szólista leány is fantasztikusan szép és ígéretes tehetség, úgyhogy biztos, hogy fogunk nem csak az egriek, hanem esetleg tágabb körben is találkozni vele. Az idei gálára határon túlról is számos együttes, valamint szólista készítette el produkcióját. Tulajdonképpen szomorú balladától a vidám mulatós nótákig mindenre van példa. Most ez a színesség kevésbé jön át így a felvételen, nincs meg az a hangulata, mintha ezt élőben hallgathatnánk, de hát így is fontos, hogy legyen ilyen, mert hiszen értéket próbálunk tovább értetni. A térségi, valamint az országos minősítések mellett 4 együttes részesült nívódíjban, köztük a kisnánai Mátra Gyöngye hagyományőrző népdalkör, valamint a Tokaj Pántlikás duó lett az idei Palóc Gála külön díjasa.